Eljött az idő, hogy beszéljünk egy kicsit a mentorprogramról. Hogy mi lesz, hogy lesz, mettől lesz, meddig lesz. Illetve, ha már mentorprogram, akkor beszéljünk egy kicsit a pályázatokról is. Hello, sziasztok! Itt Csermák Szabolcs Etikus Hacker, ez pedig a csütörtöki hack egy újabb része, és ahogy mondtam már azt a bevezetőben, a mai adásban egy kicsit beszéljünk a mentorprogramról, mert hogy az Etikus Hacker mentorprogram új kiadása az itt van a nyakunkon, pontosabban legalábbis az én nyakamon, mert hát igen, szóval van még vele egy-két teendő. Milyen teendők vannak hátra? Ugye maga a script az összeállt hozzá, a videók forognak, még ha nem is értem a végére, ami igazából hátra van, az a célgépeknek az összerakása, ugyanis az upgraded verzióban nem olyan célgépek lesznek, mint a eredeti EHM-ben, amikor virtuális gépeket kellett magadnak letölteni, és azon tudtál gyakorolgatni, hanem egy kicsit ezt modernebbre veszem, és egy dockeres, konténeres környezetben lesz az egész megvalósítva, ami azt jelenti, hogy bármilyen hackelést, azt mondja, VPN-en belül kell megtenni egy labor környezetben, hogy szabad ezt mondani, viszont sokkal kevesebb szívás lesz azzal, hogyha valaki széthackeli a célgépet, akkor mások esetleg nem férnek hozzá, mert ilyenkor az ember elindít egy új konténert, vagy meg lehet ezt automatizálni, szóval mindegy, az a lényeg, hogy ez szépen a kialakulóban van, de a jelenlegi célgépeket azt egyrészt le kell dockerizálnom, egy kicsit, másrészt pedig van arra való igényem, hogy ne pont ugyanazok a képek legyenek, hanem egy kicsit itt is haladjunk a korra, bár első körben szerintem még a régi célgépek lesznek itt is, de folyamatosan akarok hozzájuk csinálni mindig újat és újabbat. No, tehát csapjunk bele, hogy hogy is lesz ez az egész dolog. Lehet, hogy néhányan már észrevettétek, de a saját oldalamon kívül még a Minden Akadémián is lehetett a tanfolyamra előfizetni, ami nem az EHM volt, hanem az EHK, tehát az Etikus Hacker képzés. A két tanfolyam között igazából mi a különbség? Az, hogy az Etikus Hacker képzés, az EHK, az egy videós tananyag, amit meg tudsz nézni, de igazából nem tartoznak hozzá célgépek, igazából rád van bízva az, hogy tényleg megtanulod, vagy csak megvásárolod, és végignézed, aztán elfelejted az egészet, míg az EHM-ben az Etikus Hacker Mentor programban, ott több lépcsőre van bontva a tananyag, és minden lépcső végén van egy feladat, amit meg kell oldanod. Vagy be kell jutni egy számítógépre, meg kell hackelni, vagy egy webalkalmazást kell megnézni, vagy flag-eket kell gyűjteni, vagy akármi, és ezáltal sokkal jobban tudsz tanulni, hiszen nem is tudsz addig tovább menni igazából, amíg egy feladatot meg nem oldottál. És persze ez nem azt jelenti, hogy amennyiben te nem boldogulsz egy feladattal, akkor ott neked ez az egész dolog véget ért, ezért mentorprogram, mert ott jár hozzá egy mentorálás, és ha bárhol elakadsz és nem jutsz egyről a kettőre, akkor tipikusan először e-mailen szoktam segíteni, hogy megkérdezem, hogy mit csináltál, meddig jutottál, mire gondoltál, hogy lehetne azt megcsinálni máshogy. Próbálok rávezetni, nem mondom el a megoldást, és ha minden kötél szakad, akkor szoktunk csinálni egy videó chatet, ahol ugye képernyő megosztással megkérem, hogy mutasd meg, hogy mit csináltál, hogy csináltál, és ha látom ott, hogy hol volt az a szalmaszál, amivel elbotlott a delikvens, akkor nagyon-nagyon finoman próbálom rávezetni arra, hogy mit is kéne csinálni, de a lényeg az, hogy magadtól gyere rá, mert hát igen, abból tanulsz. És igazából egyik kedvenc tanítványom Lala, hát ő mondta mindig, hogy hogy verte a fejét az asztalba, az ajtóba, a falba és mindenhova, és most Lala, de néha olyan szerencsétlen módszerekkel próbálkozott, de hogy mindig utána sikerült rávezetni, és rájött, és szerintem ezek a dolgok tök megmaradtak nála, és szerintem Lala egy nagyon ügyes rász lett, úgyhogy csak így tovább. No, még egy kis különbség lesz az EHK és az EHM között, mégpedig az, hogy először az új videók azok mindenféleképpen az EHM-ben fognak megjelenni. És hogy már mondtam az előbb, hogy a Minden Akadémián is megvásárolható volt, csak a tanfolyam, az most ott egy kicsit szünetel, tehát per pillanat csak a saját oldalon fogok tudni megvenni, és első körben csak az EHM-et, tehát az EHK az még ott lesz az e-learningwebsuite.hu-n, de a régi
videókkal. Az új videók azok csak és kizárólag most az Etikus Hacker Mentor programban lesz benne. Viszont, hogyha azt gondolod, hogy az Etikus Hacker Mentor program az azért esetleg nem neked való, mert hogy összegben egy kicsit drágább, mint az EHK, akkor azt mondom, hogy nem kell elkeseredni. Egyrészt szerintem jobb választás, másrészt pedig azt bevezetem ezzel az EHM2-essel, hogy az egész EHM-et igazából modulonként is el tudod végezni, tehát 4 modulra föl van bontva az egész történet, és modulonként is meg tudod majd vásárolni, ami azt jelenti, hogy sokkal kisebb anyagi megterhelést fog jelenteni, mint hogyha egyben kéne megvásárolni, és természetesen vannak olyan emberek, akik el tudják végezni az egész EHM-et mondjuk egy hónap alatt, mert ráfekszenek is csapatják ezerrel, de vannak bizony olyanok, akik nem tudom, 2 év alatt végzik el, mert éppen közben olyan élethelyzetbe kerülnek, mert munkahelyet váltanak, mert megnősülnek, mert gyermek születik, mert diplomáznak, mert akármi történik. Úgyhogy no para, hogyha nem akarsz egyet rákölteni, akkor kisebb falatonként is el tudsz majd indulni ezzel az egész EHM-es programmal. Úgyhogy stay tuned, és hamarosan jönnek az első videók majd. Igazából fog küldeni mindenkinek egy e-mailt, aki már az érdeklődését jelezte az EHM-mel kapcsolatban, és utána majd itt a csatornán is publikálom azt, meg a Facebookon, mindenhol, hogyha ténylegesen elindult, és lehet jelentkezni a programra. Ami egy kicsit bonyolítja a helyzetet, az az, hogy kitört a nyár, és jönnek a hullámok, meg az összes ilyen melegrekord itt megdől egyszerre. Én pedig hát augusztusban nem tudom még, hogy hogyan meg minden, egy kicsit úgy pihenésre fognám a figurát, tehát hogy valaki elkezdi addig majd az EHM-et, akkor azt számítson arra, hogyha egy lépcsőt esetleg befejez, és elküldi nekem a megoldás, hogy itt majd le kéne ellenőriznem, akkor nem tudom azt garantálni, hogy 2-3 napon belül ez biztos meg fog történni, mert lehet, hogy éppen valahol egy hűstóparton fogom lógatni a lábamat, vagy fönn a havasokban, vagy nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy augusztus az egy kicsit necces, ugye így szabadságos szempontból, de megpróbálom a lehető legjobbat kihozni majd a történetből, hogy minél rövidebb legyen az az idő, amíg esetleg várnatok kell a válaszra. És hogyha EHM, akkor ugye beszéltünk arról néhány hete, hónapja, hogy lehet pályázni arra ezentúl akár minden évben, hogyha valaki nem tudja magának megengedni az EHM-es tanfolyamot, akkor ő megkaphassa gyakorlatilag ingyen, de ehhez ugyebár pályázni kell, és a pályázatnak tartalmaznia kell mindenféle olyan tényt és dolgot, hogy miért szeretnéd ezt a mentorprogramot, mit szeretnél vele kezdeni, miért lesz ez jó neked, miért lesz ez jó a társadalomnak, és a többi, és a többi, és a többi. Na most jött is néhány pályázat, és hát igazából a spektrumnak mindenféle részéről voltak, tehát volt, aki tényleg egy 3-soros e-mailt írt, volt, aki küldött PDF-et, de vagy hibás volt, vagy vírusos, ki tudja, mindenesetre ez majd még további elemzést fog igényelni, és vannak olyanok, akik írtak egy tök jó pályázatot, nem véletlen, hogy az a 3 ember, igen, meg van a 3 ember, akinél úgy döntöttem, hogy ingyenesen megkapja a mentorprogramot, azok olyan emberek voltak, akik egy kicsit talán bővebben kifejtették a dolgot, és látom bennük azt, hogy ez miért fontos nekik, látom azt, hogy ez hova vezeti őket, látom azt esetleg, hogy nekik mi a fontos az életben, tehát az a fontos, hogy most tudjak hackelni, vagy az a fontos, hogy folyamatosan fejlődni akar, és akarja magát képezni, és erre keresi a lehetőségeket. Ezeket mind mérlegeltem. És hát azt kell mondjam, hogy egyik pályázat az olyan magasra tette a lécet, srácok, hogy komolyan mondom, meginoktam, hogy egyáltalán azon kívül legyen más olyan pályázat, amit el fogok fogadni. Nem tudom, hogy mennyire osztatok meg részleteket, majd szerintem aki ez a pályázat, tudja, hogy rólam van szó, neki meg is írtam, hogy eldobom az agyamat, lehet, hogy esetleg csinálunk majd egy videót vele, hogyha benne van. Nagyon-nagyon tetszik a motivációja, nagyon tetszik a gondolkodásmódja a srácnak, úgyhogy igen, ő úgy föltette a lécet, hogy azt szerintem bárkinek nehéz lesz meg megugrania a közeljövőben. Na de mindegy, azért van az, hogy 3 ember jutott be, és őket valószínűleg még a holnapi nap során értesíteni is fogom, hogy okay, ti benne vagytok, illetve hát azért én azt gondolom, hogy az úgy fel, hogy aki esetleg nem került be ebbe a programba,
nehéz is fogok írni azért egy pár sort, hogy bocs, ez most nem sikerült, és esetleg megindokolom azt is, hogy miért nem. Jó? No, hát srácok, köszönöm szépen, ennyi volt ezen a bazi meleg estén a csütörtöki hack. Köszönöm szépen, hogy meghallgatotok, és tudom, hogy ez most nem egy ilyen hackelős, meg IT-biztonsági adás volt, de maga az LHM és maga a pályázatos dolog szerintem van olyan fontos, hogy beszéljünk róla egy kicsit, úgyhogy stay tuned, hamarosan kezdünk az LHM-mel, és közben jönnek majd ilyen hagyományos csütörtöki hack részek is. Na, köszi a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!